ballal középre, magas juhásznak, viszont jó Caneirának, tehát nem is véletlenül volt ez, magas juhász lehúzta a fejét, benn van ez is! Parályba első gólja a magyar élvonalban, megpattan még, 1-4. Úgy fest, hogy nem sikerül a szép búcsú a kecskeméti publikumtól Horváth Ferencéknek. Igen, itt lehúzta a fejét Juhász Caneira vissza Parályának, aki megtartja a labdát, amely megpattan, jól látható, az egyik védőn változtat irányt, így aztán Borszéki már nem éri el. Morról vágódott a kapuba a labda. A másik sarokba szánta ezt egyértelműen Parályba. Ebből a kameraállásból látszott igazán.